A döntő utolsó percei a Szemere Miklós háromtusa lövész csapat versenyen Újfehértón. Egy perc állt rendelkezésre a célpontok bemérésére, majd további 5 perc a lövésekre a körülbelül 5,5 kilós, 22-es Beretta típusú gépkarabéllyal, támaszték nélkül Szabadvárról. A 12 döntőbe jutott csapatból első helyezést ért el a Magyar Honvédség, Bocskai István 11. páncélozott Hajdú Dandár, egyéniben viszont a fiatal korosztály érte el a legmagasabb pontszámot Tóth Kitti és Kósa Dávid személyében. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, korábbi honvédelmi miniszter, a díjátadón azt mondta, jelen pillanatban Magyarországon közel 10 000 kadét van, ami tekintettel a pályaválasztási mutatókra a leghatékonyabb toborzó erőt jelenti a honvédség számára. Emellett 497 tagszervezet működik a Honvédelmi és Sportszövetség keretén belül, amelynek zöme lövészegylet. Én bízom benne, hogy ha nem is értük még el azt az időszakot, ami az MHS időszakában volt, hiszen akkor egy lövészversenyen mondjuk egy évben több mint 2 millió ember vett részt, de itt is most már nagyon szépen alakulnak, hiszen a mai lövészverseny is erről szól, ez egy sorozat, egy versenysorozat, Szemere Miklós lövészverseny, Szemere Miklós kupátnak neveztük el ezt a versenysorozatot. Ugye Szemere Miklós egykori nagy elődünk, országgyűlési képviselő volt a 20. század elején, és 1903-ban ő építette az első lövőházat Pesszentlőrincen saját vagyonából, saját pénzéből, és az volt kiírva a bejárat falára, hogy a bejárat fölé, hogy építettem a magyar ifjúságnak, hogy tanulja megvédeni a hazát. Tehát szerintem az, hogyha az emberek tudnak lőni, és ezt természetesen fegyelmezett keretek között teszik, hiszen azért itt minden szabályt be kell tartani, akkor ezzel nincsen gond. Azzal erősödik a hazának a védelme, és természetesen igyekszünk felkelteni a fiatalokban azt az érzést, azt a kedvet, hogy szeressék a hazájukat, szeressék a szülőföldjüket, és ha kell, akkor védjék is meg, és hogyha akár úgy akarják, akkor hivatást is választhatnak, hiszen akár tartalékos katonák, szerződéses vagy hivatásos katonák is lehetnek. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, valamint a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke úgy látja, sikerült intézményi és infrastrukturális hátteret biztosítani a fiatalok hazafias nevelésére, valamint arra, hogy a küzdősportok és lövészet iránt érdeklődők közös helyen tudjanak gyakorolni. Újfehértóról kerékpárutat építettünk, megújult a Kossuth utca egészen a lőtérig, ilyen formán könnyen elérhető a fiatalok, és nyilván a sportolni vágyó idősebb generációnak is ez a sportcentrum. A 2021 végén átadott Újfehértói Honvédelmi Sportközpont az első ilyen típusú létesítmény volt az országban, amely Veres Andrea lőtérvezető szerint beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Azért, hogy tényleg a társadalom minden szegmensének tudjuk vonni, ezért családi napokat szervezünk, illetve a gyerekeknek honvédelmi sporttáborokat, ezzel is részt tudnak venni magán a foglalkozásokon. És hát ezen a versenyen viszont az volt a célunk, hogy egy kicsit a rendvédelmi szerveket hozzuk közelebb egymáshoz, tehát mind a katonasság, mind a rendőrség, mind a katasztrófavédelem, és kiemelt szerepet kapva a kadétok is részt vettek ezen a versenyen, és az volt a célunk, hogy ők egy kicsit közelebb kerüljenek egymáshoz. Újfehértón kívül 4 azonos típus tervvel készült honvédelmi sportcentrum működik az országban, Balassagyarmaton, Szarvason, Szigetváron és Baján, és a helyszínek mindegyikén lehetőség van a 22-es kaliberű pisztolyokkal és puskákkal való gyakorlás mellett az íjászatra is.